pályaorientáció. Egyre több vállalat működik együtt a szakképzési centrummal a megfelelő munkaerő utánpótlás érdekében. Választási plakátok. A több ezer fölöslegessé vált kampányeszközt a pártoknak kell eltávolítaniuk a közterületekről. A hosszabbítás döntött. Hazai vereséggel indította a középszakaszt a Deac Tungsram kosárlabda csapata. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója a Napszemle. Április 7-e csütörtök van, már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Duális képzést indít a DSC Brassai Sámuel Műszaki Technikum és a Vitesco Technologies Hungary Kft. Az iparvállalat az oktatási együttműködéssel szeretné biztosítani a szakképzett munkaerő utánpótlását. A szeptemberben induló mehatronikai technikus duális képzést és a Vitesco nyújtotta karrier lehetőségeket pályaorientációs napon mutatták be a Brassaiban. A Vitesco Technologies Hungary Kft. Jelenleg csaknem 450 embert foglalkoztat a debreceni üzemében, amely folyamatos bővítés előtt áll. Ehhez egyre több szakképzett dolgozó kell majd, ezért az elektromos és hibrid autók alkatrészeit gyártó német cég új szintre emelte az együttműködését a debreceni szakképzési centrummal. Már 2019-ben aláírtunk egy stratégiai szerződést a DSC-vel, ahol meghatároztuk azt a négy szakiskolát, akikkel mindenképpen szeretnénk a jövőben együtt dolgozni. És most az a nagyon örömteli lehetőség van, hogy 2022. szeptemberétől szeretnénk elindítani hivatalosan is az első duális Vitesco osztályunkat, mehatronikai technikus a szakirányban. A DSC Brassai Sámuel Műszaki Technikumban indul a 30 fős osztálya a következő tanévben. Ehhez kapcsolódva az intézményben pályaorientációs napon mutatták be a Vitesco kínálta karrier lehetőségeket és a sokrétű szaktudást adó új duális képzést. Tulajdonképpen, ha körbenézünk, akkor az életünket meghatározó eszközök, gépek, amik körbevesznek bennünket, ezeknek a működtetését meghatározza az informatika, az elektronika és a gépészet, és a mehatronikai technikus pedig ezen tudományágaknak az ötvözete. Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója hangsúlyozta, napjaink technológiai környezetében a megfelelő tudású szakemberek képzése csak a cégekkel szoros együttműködésben lehet sikeres. Erre törekszik a DSC Debrecenben, és ezt a közös célt szolgálják a különféle duális képzések. Leginkább és leggazdaságosabban akkor tud a munkaerő haszonná válni, ha azt a korszerű technikát, amellyel az adott vállalat bír, azt már tanulókorában megismeri a diák. A főigazgató bízik abban, hogy egyre több cég kapcsolódik be a pályaorientációs programsorozatba és a duális képzések rendszerébe, mert mindezekből Debrecen gazdaságának egésze profitálhat. Szükség van a fiatalításra, ezért tűzoltókat toboroz a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A jelentkezőknek egyebek mellett meg kell felelniük a pszichológiai, az egészségügyi és a fizikai alkalmassági felméréseken. Akiknek ez sikerül, azokra 5,5 hónapos képzés vár. A megyében jelenleg 317 tűzoltó dolgozik. Tűzoltás és életmentés akár az éjszaka közepén, bármikor érkezhet a riasztás. A katasztrófavédelem munkatársainak tetrekésznek kell lennie. A tűzoltóknak fizikailag és mentálisan is állniuk kell a sarat. A megyében 317 tűzoltó dolgozik, ebből 160 Debrecenben. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság toborzást hirdet. Így aki megfelel a kritériumoknak, kipróbálhatja magát. Szabó Péter Bence édesapja nyomdokaival lépve lett tűzoltó. Szerinte fontos a higgadtság, az erőnlét és a műszaki érzék is. Ez egy hivatás, ezt nem lehet máshogy csinálni. Ugye egy elég jó fizikai állóképesség kell ahhoz, hogy ugye kint a káreseteknél tudjunk dolgozni, ugye akár 40 fokban még a bent a égő házban is, illetve egy műszaki rálátottság is szükséges ahhoz, hogy egy jó szakember váljon egy új tűzoltóból, egy új felszerelőből. Tűzoltói és gépjárművezetői beosztásra is lehet jelentkezést leadni. Tűzoltó az lehet, aki nagykorú, büntetlen előéletű és rendelkezik középfokú végzettséggel. Az pedig előnyt jelent, ha valakinek C-típusú jogosítványa is van.
A jelentkezőknek pszichológiai, egészségügyi és fizikai alkalmassági felmérésen is át kell esniük. Természetesen ebben a hivatásban is van, aki egy idő után elfárad, vagy a másodállása felerősödik, és inkább azt válassza. Emiatt szoktak leszerelni a tűzoltók, tehát hogy általában erre folyamatos frissítésre szükség van. Ezért is van ez a két időszak, tavasszal, illetve ősszel, mikor az állományt úgymond egy kicsit fel kell duzzasztani. Jelentkezni április végéig lehet. Azokra, akik teljesítik az összes lépcsőfokot, szeptemberben egy bentlakásos, 5,5 hónap tűzoltóképző tanfolyam vár Budapesten. Azt követően pedig a megyében működő tűzoltó parancsnokságok, katasztrófavédelmi őrsök valamelyikénél egy évig gyakorlatot kell teljesíteniük. A választási plakátokat, molinókat és matricákat május 3-áig kell eltávolítaniuk a közterületekről a pártoknak, illetve a jelölő szervezeteknek. Ha nem teszik, akkor jön a felszólítás, és ha ez sem hoz eredményt, akkor az önkormányzat szedeti le, aminek teljes költségét kiszámlázza nekik. Debrecenben most sem volt hiány se választási molinóból, se plakátból, sem pedig matricából. A közterületi kampány fontos eszközei ezek, de a szavazás után fölöslegessé válnak. A választási eljárásról szóló törvény értelmében, aki ezeket elhelyezte, vagy akinek az érdekében kirakta, köteles azokat a voksolást követő 30 napon belül eltávolítani. A Debrecenben kihelyezett választási plakátok, molinók számáról nincs pontos adat, de becslések szerint több ezer lehet belőlük. Az eltávolításukra vonatkozó szabályokat ismerik a pártok jelölő szervezetek, és a többségük be is tartja azt. De van kivétel. Az egyik párt ugyanis a legutóbbi országgyűlési választás után vitatta az önkormányzat álláspontját, és nem tett eleget határidőre a hivatal felszólításának. 2018-ban, 4 évvel ezelőtt volt hasonló problémánk, nevezetesen a két farkú kutyapárttal. Ők 1000-nél is több plakátot hagytak kint a város közigazgatási területén, és 421 000 forintba került ezeknek az eltávolítása. Ennek a megfizetésével többször felszólítottuk már a pártot, de a jogi úton történő behajtása ennek az összegnek jelenleg még folyamatban van. Idén tehát a törvény értelmében május 3-áig kell leszedni a közterületi kampányanyagokat. Fontos tudni, hogy mindezt károkozás nélkül kell megtenniük. Eközben például sem a villanyoszlop, se kerítés vagy épületfala nem sérülhet meg. Ha mégis, akkor a helyreállítás költségeit is az adott pártnak, jelölő szervezetnek kell kifizetni. Továbbra is elérhető az oltás a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. Az oltópontokra időpontot kell foglalni. A vírus az oltatlanokra a legveszélyesebb, ezért őket továbbra is arra kérik a szakemberek, hogy regisztráljanak és vegyék fel a vakcinát. A megerősítő oltás pedig mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg a vakcinát. Az elmúlt 24 órában 2568 új fertőzöttet igazoltak, ebből 136-ot Hajdú-Bihar megyében, és elhunyt 37 többségében idős, krónikus beteg. A legfrissebb adatok szerint a szennyvízmintákban megállt a koronavírus örökítőanyag koncentrációjának a növekedése. A vizsgált városok többségét stagnálás jellemzi. Emelkedés egyik településen sem volt észlelhető, Debrecenben csökkenést tapasztaltak. 90 éves a debreceni köztemető, aminek egyebek mellett számos kulturális és építészeti értéke is van. Ezekre próbálja felhívni a figyelmet az a programsorozat, amit az üzemeltető AKSD, KFT és a város szervez. Tematikus sétákkal, minikonferenciával és kiállítással is várják majd az érdeklődőket. A debreceni köztemető rabatalozóját 1931-ben kezdték el építeni, a következő évben pedig be is fejezték. A sírkertben több mint 168 ezren nyugszanak. Az AKSD Kft. Több mint 25 éve üzemelteti a létesítményt. A köztemető 90 éves évfordulójának alkalmából most egy programsorozatot szerveznek. A lakosságon keresztül egy kicsit az idegenforgalomba is szeretnénk bekapcsolni a köztemetőt, hiszen úgy gondolom, hogy Debrecenben ez is egy nagyon jól látogatható nevezetesség. A temetőben számos neves ember nyugszik, így a programsorozat részeként tematikus sétákat is szerveznek, aminek során az ő síremlékeiket vagy az itt található műalkotásaikat mutatják be. Puskás István alpolgármester úgy fogalmazott, ritkán gondolunk abba bele, hogy a köztemető a város történelmének is a részét képezi.
Kulturális szempontból is fontos szerepe van a köztemetőnek, nem csak azért, mert hogy a debreceni kultúra nagyjai itt nyugszanak, de építészet vagy művészet történetileg is egy nagyon értékes pontja a városnak a debreceni köztemető. A mostani programsorozat egyik vállalat célja az, hogy ezekre az értékekre is felhívja a figyelmet. A programsorozathoz kapcsolódóan hamarosan Debreceni dinasztiák címmel egy kiállítás nyílik. De mini konferenciát is szerveznek majd, csak úgy, mint a gyászfeldolgozást segítő beszélgetéseket. Hazai vereséggel indította a középszakaszt a Deac Tungsram kosárlabda csapata. Berényi Sándor együttese egy szinte már megnyert mérkőzést vesztett el a hosszabbításban az oroszlány ellen. A debreceniek a jövő héten a Kecskemét otthonában javíthatnak. A csalódást keltő Magyar Kupa szereplés után motiváltan várta az első hazai bajnokiát a középszakaszban a Deac, és ez meg is látszott a kezdésen. A debreceniek az első negyedben 12 pontos előnyre tettek szert, a folytatásban azonban felzárkózott az ellenfél. Az oroszlány elsősorban a házigazda gyenge védekezését kihasználva a félidőben már egy ponttal vezetett, a zárójáték rész előtt pedig már 10 pont volt a különbség a vendégek javára. Nagyon rosszul lepatanóztunk, melyet rendszerint kihasznált ellenfelünk. Ebben a játékelemben sokáig nagyon gyengék voltunk, de amikor végre odafigyeltünk rá, rögtön visszajöttünk mínusz 10 pontról, mondta György Edrenovac. A záró játék részre összekapta magát a Deac, és a hajrában visszavette a vezetést. Az utolsó másodpercekben aztán több fegyelmezetlenséget is elkövetett a vendéglátó, így hosszabbításra mentette a meccset az OSE. Az 5 perces hosszabbítást az oroszlány bírta jobban is végül 3 ponttal, 86-83-ra győzött a középszakasz első mérkőzésén. 3 pontos előnynél egy labda birtoklással be kell tudni hozni a meccseket. Most 3 büntetőt dobtak éppen ellenünk, nem pedig 3 pontos, de igazából ugyanaz a végeredmény. És ilyenkor már azért hosszabbításban mentálisan is nagyon nehéz, azt gondolom, hogy a játékosoknak fókuszáltnak és koncentráltan maradni. A Deac Tungsram a következő játéknapon a friss Magyar Kupa bronzérmes Kecskemét otthonában javíthat. Hazai környezetben vágna vissza az ősszel elszenvedett balszerencsés vereségért az MTK-nak a DVSC női kézilabda csapata. A Loki novemberben már zsebben érezhette a 2 pontot a fővárosban, a végén azonban az ellenfél örülhetett. A debreceni győzelem nem mellesleg újabb fontos lépés lenne az európai kupa indulást jelentő bronzérem felé. A mérkőzés előtti utolsó csütörtöki edzésen a szokásos módon florbalozással melegítettek be a debreceni kézislányok. Az együttes a bajnokság utolsó szakaszába érkezett, mivel már csak 6 játéknap van hátra az NB1-ből. A Loki maga biztosan áll a 3. helyen, egy MTK elleni hazai győzelemmel pedig újabb lépést tehetne a hőn áhított bronzérem felé. A szezon vége felé közeledve ez mindenkinek a szem előtt ott lebeg, de meccsre már csak kell haladnunk, hogy ezt meg is valósulhasson. A tabella 8. helyen álló fővárosiakkal kapcsolatban nincsenek jó emlékei a debrecenieknek. A két csapat őszi találkozóján a Loki már egy félig megnyert mérkőzést veszített el a véghajrában 29-28-ra. A hazai pályázottal a DVSC mellett szól, Szilágyi Zoltán vezetőedző azonban nem számít könnyű mérkőzésre. Sok átlövés fog jönni, sok kapura lövés az MTK részéről, ebben biztos vagyok. Nagyon fontos, hogy az átlövéket minél távolabb tudjuk tartani, minél jobban szűrjük ezeket a lövéseket, kapusánc kapcsolat jól működjön, és ebből próbáljunk aztán gyors indítás, lerohanás gólokat lőni. A DVSC Scheffler MTK bajnokit pénteken este 6 órától játsszák a Hódosban. Eddig tartott a napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen és a Dehír mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!